egy szentsimonnal Albert latin magyar szóta. Már ott látják ezeket a fogalmakat, hogy mit jelent az elmenés, mit jelent a megérkezés, a megjövés, az, hogy verőfényen vagyok, fedetlen helyen állok, vagy elnézést kérek, véresre töröm a lábamot, gyalogolás közben. Ez természetesen a szegény diákokra vonatkozik. De Szent Simonnal Albert valószínűleg találkozott már Olaszországban Lakner Kristóffal, és ez érdekes módon a karikatúraiban, rajzaiban is megnyilvánul. Látják a szótár címlapját, látják a kemény vonású Szent Simonnal Albertet, aki szintén Berdekernek volt a diákja Strasbourgban, és utána meg is írja egyik kemény támadó disszertációját, vagy röpiratát, a De Idolo Lauretanus, és utána én azt hiszem, hogy a barátság változatlanul fennmaradt kettőjük között. Most pedig hadd beszéljek önöknek arról még néhány szót, ha megnézik ezeket a rajzokat. Itt pillanatilag láttak egy reneszanszon az templomok, templomtornyokat, ezeket pedig Lakner Kristóff rajzolta tanácsülések, tanácskodások közben egy-egy iratnak a széles margójára, és valamikor 40 évvel ezelőtt találtam meg ezeket, a művészettörténeti értesítő kiadta valamennyit a soproni szerintem. Látják itt azt a Hernánból menekült prédikátornak a kitűnő arcképét, akit ugyancsak emlékezetben rajzolt fel Lakner egy, hát valószínűleg unalmasabb képviselőtestületi ülés alatt, amikor a fiatalságára is gondol, de felrajzolja ezt az érdekes papot, aki igen komoly könyvtárral költözött sokkal. És már jöhet a következő. Ez pedig Szent Simonnak egy karikatúrája a római pápáról, és valamelyik kupolás reneszánsz szentorról. Itt pedig tetszenek látni Fogbartnak és Klein-Menhirtnek a krónikáját, amelyet az Ernstadti levéltárral együtt a soproni városi levéltár adott ki, és a címlapon Luthernek egy kitűnő arcképét, és Melanchtonnak egy ugyancsak kitűnő arcképét. Minden azért is érdekes, mert van egy diákunk 1555-ben, 56-ban, ez pedig Mihály Wirth, az a Mihály Wirth, aki megjárja a Wittenberget, mégpedig úgy, hogy Sopronból elindítja egy nagy reneszánsz útilábával, már Bécsben megmondták a borkereskedők neki, akik fölvették a szekerükre, hogy ezzel édesfiam nem viszünk téged Lengyelországba, Németországba, hát vett magának kis úti hordót, és megérkezett először Breslauba, Breslauból átment Lipcsébe, Lipcséből átment Wittenbergbe, megkezdi a tanulmányait, és Melanchthon hamar megállapítja azt, hogy édesfiam, de még nem tudsz annyira latinul, hogy végezhet az egyetemi tanulmányaidat. Mégis ez a fiatalember hallatlan erővel hozzáfog, viszont a bős Melanchthon kijelöl melléje egy préceptort, egy tanítót, aki segített neki a tudomány végére eljutni, és ez a préceptor annyira vitte aztán, ami Wirth Mihályunkat, hogy hazajön be, a város egyik kiváló jegyzője lett, és következő nemzedéke, Lakneréket is indítja már Németországi Egyetemre. Itt pedig láttak egy diákszobát, hát ez a diákszoba most azért érdekes, mert nem tudok egykorú 16. századi diákszobát bemutatni, de Német Sámuel kitűnő monográfiájából idézett fel ezt a képet, hogy hogyan tanul a soproni diák. Itt történetesen Szemmelben Sámuel rajzos útikönyvéről idézett. És megjelenik előttük még egy peregrináló, ez pedig kis
János, aki Táborból nagy tisztelettel szemléli Schiller, nincsen képen Bredeszky Sámuelről, arról Bredeszky Sámuelről, aki hallatlan ügyességgel és gyakorlati érzékkel addig látogatja Weimar környékét, míg végül is bekerül Goethéjék hátába, ahol Goethe hitvestársa azt írja a vendégkönyvébe, hogy az alapelvet a vidámság és Goethe tanításait azzal perfegyverkedve tér vissza Sopronba, kezdi el itt a tanítói pályája, majd Bécsbe pedegrinál, és onnan pedig át azokra a területekre, amelyek gyakorlatilag igen sokat cseréltek Goddard Lemberdorf környékére, tehát megy a pedegrináció minden irányba. Még hadd említsem fel egy kicsit a előadásomon a kapkorba felidézett várlatában az, hogy Melanchtonnak nagyon sok magyar tanítványa van, de gyakorlatilag néha még a feleségében is meg kell küzdenie, aki megmondja azt, hogy az ő kedves férje folyton a könyvei között van, és Melanchthon feljegyzi maga is, Bornemisza Péter pedig leírja az ördögi kísértetekbe, hogy megjelenik a feleség és kobogtat a tanulószoba ajtaján. Melanchthon erre nem válaszol, az az, hogy megint kobogtat és azt mondja mérgesen, Philipp, Philipp, du schuft, komm herauf, Fülöp, Fülöp, te simész, gyere már ki hozzá. Ne csak a könyvei között legyen. Meg is jegyzi akkor Bornemisza Péter, hogy Károly császár is beszélgetett Melanchthonnal, de nem jött rá arra, hogy milyen nagyszerű elmével van gyakorlatilag dolga. És ismét térjünk vissza néhány percre erre a Robert Daniel értekezésre. Ez az értekezés címlapján ez olvasható. Discursus historico politicus de peregrinazione studiosorum. Tehát egy történeti politikai disszertáció arról, hogy hogyan kell helyesen peregrinálni. Itt egy igen érdekes motívum lép be, ez a soproni evangélikus vallás erősödését hozza, de második Ferdinand császár és király emberi gyengeségét is bemutatja. Mert 1626-ban megjelenik a generálmandát, az a generálmandát, mely Ausztria területéről 2 hét határidővel száműzi az evangélikusokat. A generálmandát eredményeként a Kiskartonba hazatért Gruber Daniel átköltözik Sopronba, és 1625-ben, mint említettem, megjelenik az értekezése második kiadása. Ebben az értekezésben találtam a következő mondatot, amit most felidézek önöknek, ami azt mondja, interes peregrinandum jucundum, tehát peregrinálni a földön, a számok országokban egy nagyszerű dolog. In libris malum, tehát szamarságot, aki könyvekből olvassa ki ezt, és az alul te pessimum, aki pedig csak dicsekszik vele, az maradjon békén. Amíg Gruber Daniel annak idején a legkitűnőbb forrásokat használják van a peregrinációs kézikönyvében. A források egyike Sebastian Ramnak a bolondok hajója, ahol leírja azt, hogy aki összevisszja csavarokat, Domitman Géti Jungel Kinn, so sind wir zu Lips, Erfurt und Wien, hiába vagyunk Lipsébe, Erfurtban vagy Pécsben, so Heidelberg, Benz, Basel gestanden, Kummen zu Lesto, Heimlich Schanden, végül hazaért szégyenkezve az, aki nem tanul meg eleget, mert aki rendesen nézi a tudományos kézikönyveket, aki okosan tanul az egyetemeken, az végül is tudomány tud hozni a saját családjába. Hozzáteszem még önöknek azt, hogy a Gruber-féle disszertáció, melyet nagyon remélem, hogy sikerült talán közös összefogással a szomszédos burgenlandi barátainkkal kiadni,
épp úgy, mint annak idején a Folkrónika sikerült. Ez egy olyan kézikönyv, ami megmutatja önöknek, hogy hogy képzelték el a peregrinációt. Hozzáteszem még azt a kiegészítést, hogy óvták a francia, az olasz területről a fiatalokat. Óvták őket a dicsekvéstől, óvták a felesleges maszkálásról, buzdította őket a tudományok elsajátítása. Ez volt a soproni diákok peregrinációjának. Hát, hogy így mondjam, 1526-tól 1918-ig a középség korszaka, 700 valamennyi fiatalon, úgy hiszem, hogy nagyon érdekes tudományos téma lenne az utána következőknek, mégpedig azért, mert körülbelül 100 darab ilyen jelentés maradt föl arról, hogy Lucia Mitleri miről jak a özvegyének az ösztöndíjából, hogyan tanul 5 diák. 5 diák egyszerre, aki megkapja ezt a kedvezményt. Mert talán utolsó gondolatként elmondom, hogy Virt leírja. Ő a saját szülei pénzéből tanul, és ez pedig a tutoroknak, a gondolkainak egy fancsini, tehát talált filér. De ő azért számolva város képviselő testületére, hogy senki nem mondhassa azt, hogy fölösleges célokra pazarolta el az idejét, és ha nézzézzem utolsó megemlítendő személyként Arthur Wilhelmet, aki arról ír egy külön értekezést, hogy hogyan kell tanulni egy fiatalnak, és a vége azt mondja, hogy a szülei pénzéből, apja pénzéből, anyja pénzéből, és lehetőleg a város segélyéből is, mert az az fiatal ember, aki Mezenis városából ír egy tanulmányi jelentést, még nem jutott el egyetemre, ez gyakorlatilag azt mondta, Sopron a város az én alapom, és Lucia Mitleri segítségével szeretnék tovább tanulni, és ebben az esetben az Eberhard csak is Sopron segítségével tovább tudott tovább tanulni, és utána egy fényes nagy nemzedék viszi tovább a tudományok gondolatvilágba, és hát valahol itt le is kell állnom. Köszönöm szépen a szívesen!